Ez évi első konferenciáját szervezte meg a Máramarosi Magyar Vállalkozók Egyesülete 2016. június 16-án a Nagybányai Teleki Magyar Házban. A Mavász Egyesület 8. konferenciája interaktív beszélgetésre adott helyet. Az egyesület két tagjával beszélgetett Kishegyi Endre, az egyesület ügyvezető igazgatója. Hitter Attila, az általa forgalmazott dermatológiai és kozmetikai felszerelésekről beszélt. Marosán Zoltán építész bemutatta eddigi tevékenységét, legjelentősebb munkáit kivetítőn és a Teleki Házban egy kiállítással tetőzte. Az üzletemberek a Presco kávézó különleges termékeit ízlelgethették és részt vettek egy könyvbemutatóval egybekötött zenei előadáson. Cserei Csaba dobos, Dénes Nóra énekes és Indestrian Krisztina gitáros műsorát élvezettel kísérték végig.